Az elvártnál szebb őszt produkált Csank János visszatérésével az Zalaegerszeg a labdarúgó NB2-ben, miután a téli szünetben a feljutó második helyen áll a Zete. A klubnál új filozófia működik, másfél éve saját nevelésre alapozva fiatalokra, miközben most egy teremtornára állt össze a 2002-es bajnokcsapat. Kocsárdi Gergely klubigazgató, a régi idők egyik főszereplője, ő következik. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt! Van olyan csípjetek, meg érzésed néha, mármint hogy gondoltad van induláskor, hogy ilyen kellemes helyen fogtok találni? Elég sűrű ez az NB2-es mezőny. Igen, elég kiegyenlített. Tulajdonképpen ezt terveztük, tehát a terveink szerint haladunk, én úgy gondolom. Ugye másfél éve kezdtünk el dolgozni ezzel az új menedzsmenttel, új tervekkel, és hát a terveink között benne szerepelt egy NB1-es feljutás, ami tulajdonképpen most, ha jövőre összejön, akkor nagyon örülünk neki, de hát be kell tartani bizonyos lépcsőfokokat. Na nézzük ezeket a lépcsőfokokat, amiből a legtöbb probléma adódik, az úgy hívják, hogy klubot meg csapatot kell építeni, igaz? Hát így van, hát alapvetően az alapfilozófiánk az már megvalósult, felálltottunk magunk elé egy olyan klubot, amit fel szeretnénk majd építeni, és hát ez hosszú évek folyamatán lesz. Tulajdonképpen másfél éve vettük át a klub irányítását, akkor egy eléggé megtépázott kerettel, tehát azt és egy olyan utánpótlással, ahol többnyire a másodosztályban voltak csapataink. A legnagyobb sikernek különben az elmúlt másfél évben azt tudom be, hogy az utánpótlás csapataink, versenyző korosztályaink már az első osztályban vannak, sőt, hogy kicsit dicsekedjek, a 17 és 19 éveseink a felső osztályba is jutottak az NB1-ben, tehát az, vagy felsőházba. Tehát ez egy nagyon nagy eredmény, és hát több olyan gyereket látunk már az utánpótlásba, akik a későbbiekben a nagy kerethez is bekopoghatnak. A nagy csapatnál nagy volt a jövésmenés a tavalyi szezonban, de sajnos ez muszáj volt, mert olyan volt a keret összetétele, és én úgy gondolom, hogy idén nyáron már tudtunk úgy célirányosan igazolni, hogy megfelelő posztokra, megfelelő rutinnal rendelkező játékosokat, és hát egy érkezett Csank János mester is, aki... Ezt teli találatnak bizonyult? Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy az eredmények ezt beszélnek helyette, tehát én úgy gondolom, hogy ezt nem kell magyarázni, tényleg második helyen vagyunk. Mi szakemberek tudjuk, hogy azért a játékban lehetne még javulni, de jelen helyzetben tényleg azt gondolom, hogy nem csak a mi szakvezetők, vagy vezetők, meg játékosok, de úgy gondolom a szurkolóink is bizakodhatnak abban, hogy nyáron esetleg tényleg feljutunk az NB1-be. Na most az, hogy a játék nem volt mindig meggyőző, amit mondanak a kritikusok a kékfehérekkel szemben, ezt akkor egészen konkrétan lefordítva, milyen stílusú játékot szeretnétek látni, és a kényes ízlésűek miért szeretnének látni mondjuk már a tavasszal? Hát itt mindig azt szokták mondani, hogy eredményes játékot, de természetesen, hogy van egy labdatartáson alapuló játék a csapatunknak, amit még, és ez legyen idegenbeli vagy hazai mérkőzés, tehát mindenhol szeretnénk látni azt, hogy dominál a csapatunk, és többnyire én úgy gondolom, hogy tavalyi évhez képest abban lépett nagyot előre ez a társaság, hogy akárhol pályára léptünk, azt kell, hogy mondjam, győzelmi esélyeink voltak. Ezt büszkén mondhatom akár még a Gyirmót ellen is, aki egy remek csapat az NB2-ben, ez is így volt. Tehát a másik dolog, amit nagyon fontosnak tartanék, ugye itt a bizonyos fiatal szabály miatt, tehát mi szeretnénk saját fiatalokat beépíteni a csapatunkba. Hála Istennek most is van 2-3 olyan név a keretben, akik, sőt, hát a Beri Bence, Babati Benjamin személyben, ők szinte végigjátszották az őszi szezont, akik szintén zalaegerszegi nevelésűek, de hát én bízom abban, hogy az utánpótlásunkból lesz még a elkövetkezendő 1-2 évben még olyan fiatal, aki helyükre tud lépni. Na most a Csank vezető edző sokszor elmondta az elején, hogy hogyha az első évben feljutást vártak volna tőle, akkor nem nagyon szeretett volna Egerszegre menni. Na de hát azért ott vagytok a feljutó helyen, szóval mennyire nagy a nyomás a csapaton, az edzőn, meg egyáltalán a klubban, a szurkolók részéről is, hogy az egyetem minél hamarabb legyen újra NB1-es. Hát igen, talán azt kell, hogy mondjam, a legnagyobb nyomás az tényleg a szurkolók részéről van, hiszen az ides tovább, ez a negyedik évünk az NB2-ben, és lépten nyomon találkozok azzal a hangulattal, ami,
ami azt jelzi felém, hogy a szurkok nagyon kiéheztnek arra, hogy ismét NB1-es csapatunk legyen. Minden olyan kis sikerre úgy rezdülnek és úgy mozdulnak meg a nézőink, ami azt vetíti előre, hogy ők már ebben nagyon bíznak. Nem szeretnék én, mint vezető, túl nagy nyomást tenni a játékosokra sem, meg a csapatra sem. Én úgy gondolom, hogy sokkal célszerűbb az, hogyha szép higgadtan kezelünk minden sikert és kudarcot. És hát én úgy gondolom, hogy el fogja dönteni ez a tavasz azt, hogy tényleg NB1-es csapatunk legyen a nyáron, nyártól. Viszont mi vezetők meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy ez így legyen. Tehát itt, ha kell, akkor erősítünk is a keretet. Tehát, ha van kívánságlista, meg egyáltalán megbeszélitek, akkor lesznek további erősítések? Én úgy gondolom, hogy igen. Vetélytársak, hogy látod? A Gyirmótot már dicsérted, vezetik is a tabellát, nem tudom, Dunaújváros, Mezőköves, Szolnok, milyennek látod az erősorlát? Nagyon kiegyenlített az NB2-es mezőny, úgy gondolom. Tényleg most a Gyirmót egy kicsit kiemelkedőbb kerettel bír, minden úgy a helyén tűnik. Itt a többi csapat szinte azt mondom, hogy mindenki veszélyes lehet, tehát ahogy látjuk a tabellára nézve, tehát ez egy elég sűrű és kis mezőny, nehéz megmondani. Aki, én úgy gondolom, hogy azt tud befutni a második helyre, aki egy húzamosabb ideig kisebb, tehát nem, aki hullámvölgy nélkül tudja kihozni ezt a tavaszt. Most itt nekünk el kell azt is mondani, ugye, hogy a közhangulatot még fokozzam, hogy nekünk 11 hazai mérkőzésünk lesz a tavasszal. Hát ezt én pont akartam kérdezni, hát, hogy nektek ez jelentett egy előnyt. Hát mi ebben nagyon biztosunk. Tehát ugye nyáron gondolkodtunk rajta, hogy jó-e megcsináltatni a center, meg kellett csinálni a centerpályát, hiszen Zalaegerszegen már nagyon-nagyon régi volt a gyep, és egy korszerű pályát kell, hogy építsünk. Ez idén sikerült, tehát októberben nekiálltak, bízunk abban, hogy februárban ott kezdhetjük el a szezont. Ez is egy olyan dolog, ami még egy plusz a hangulaton egy kicsit még dob, sőt, hogy mondjam, tovább a stadionnak is nekiállnak, tehát a stadion rekonstrukció is el fog indulni a jövő év elején. Tehát itt minden adban van ahhoz, hogy egy új közegben megújulva csapatunk. Első osztályú legyen a csapat. Az a stadion rekonstrukció a feljutás idejére már kész is lenne? Tehát ősszel már Nem tudok úgy nyilatkozni, hiszen nem mi építjük. Én szerintem folyamatában, de tulajdonképpen maga a lelátó része az nem lesz annyira érintve, hiszen inkább a kiszolgáló épületek lesznek. Na most megépítve. A szurkolók nyomását és éhségét mennyire érzékeltet például azon a Csarnok kupán a hétvégén, ami a kezdeményezésedre jött össze, a 13 éve bajnok csapat egy jelentős része java ott volt, a Fradival játszott, nagyon felcsigázta a drukkereket ez is? Én bíztam ebben, megmondom őszintén, hogy a főszervezők kértek meg arra, hogy tudnánk egy olyan betétprogramot ajánlani, amivel esetleg nézőket tudnánk becsalogatni a sportcsarnokba. Tulajdonképpen el kell mondani, hogy ez az idei év az Zalaegerszegi Városi Sportcsarnoknak a 35. évfordulójáról szólt, és ez egy olyan rendezvény sorozat, aminek ez volt az egyik programja, ez a öreg fiúk torna, illetve hétvégén folytatódott a csarnokkupa. És a pénteki napra én ötletnek azt mondtam, hát ha most nagyon nézőt szeretnénk, én úgy gondolom, hogy a 2002-es bajnok csapatra még kíváncsiak Zalaegerszegen, és hát hál' Istennek a Ferencváros elfogadta az invitálást, és nagyon szépen köszönjük a Bánki Dodiéknak, hogy eljöttek Zalaegerszegre, és úgy gondolom, hogy egy remek hangulatú, talán azt hiszem 7-800 ember is kijött a csarnokba szurkolni. Szerintem jól sikerült. Na most vissza a tavaszra, és ha már tavasz, hát addig lesz egy majdhogy nem 3 hónapos szünet. Neked erről mi a véleményed? Nem teszi ez kicsit komolytalanná a magyar focit? Ez a túlságosan elnyúló szünet, tehát ez szakmailag is eléggé problematikus lehet futballistáknak, edzőknek. Igen, ez tulajdonképpen ez már szerintem, hogy régi időkben is nagy dilemma volt ez, hiszen főleg az Oroszországból átvett stílus az, hogy ugye hosszú szünetekkel, a két fél szezon között hosszú szüneteket tartottak a csapatok, ahol én megmondom őszintén, hogy játékos annak idején nem szerettem, mert annál keményebb volt az alapozás. Tehát, hogyha most azt néztük, hogy mondjuk Spanyolországban egy évben egyszer csinálnak felkészülést, nem alapot felkészülést a csapatok, és végigjátszák a szezont, azt talán azt gondolom, hogy játékos szemmel lehet, hogy könnyebb, meg hát, hogyha a játékkal telik az idő, mert nem az edzésekkel, az meg még jobb.
valószínű, hogy ez szerintem meg fog fordulni, vagy valamilyen olyan irányt fog venni, ami szerintem ezt az időszakot le fogja rövidíteni. Hát meg kéne akár a fűtőgyepeknek, igen. Hát igen, ehhez viszont infrastruktúra kell, tény és való, tehát ahogy mondjuk azt mondom, hogy Németországban egy olyat el tudnék képzelni nálunk is, hogy ez a pár hetes szünet, és akkor újraindul a bajnokság. És végül hadd kérdezem, ugye te, mint aki ugye a klubhűség egyik mintaképe vagy, igazából mennyire látod ma a mostani fiatalokon, a jövendő saját nevelésen, az zalaegerszegi kötődésűeken általában azt, hogy ennek a fontosságát vagy jelentőségét átérzik-e a mostani ifjú labdarúgók? Utalhatok arra a bizonyos Lendvai beszédre is, szóval ennek a harciasságnak meg ragaszkodásnak a hatóereje az milyen most? Összetett kérdés, én úgy gondolom. Meg nehéz is rá úgy válaszolni, hogy tényleg ne sértsen meg az ember, főleg a fiatalokat, de teljesen, az igazság, hogy teljesen más közegben nőttünk fel mi anno, meg a jelenlegi fiatalok, és itt sajnos én is, mint most klubvezető, tapasztalok olyan dolgokat, hogy ami a mi időnkben elképzelhetetlen volt. Tehát teszem föl, mi annak idején nagyon örültünk neki, hogy minél hosszabb szerződést kaptunk, hiszen annál nagyobb dicsőség nem volt, hogy egy NB1-es klubnál valaki szerződést kaphatott. A közeg olyan volt akkor, hogy nem lehetett jönni, menni, nem volt az átigazolási piac, nem volt ennyire, hogy mondjam, felpesdülve, mint manapság. És itt sajnos találkozok olyan példákkal, amikor van egy fiatal és kap egy szerződést, és az első olyan akadályba beleütközik, vagy rosszul néz rá az edző, vagy nem tudom mi, és már a menedzserének szól is, hogy akkor keressünk másik csapatot. Tehát nem inkább azt az oldalát választja, hogy küzdök azért, hogy itt maradjak, és megbecsüljenek, és játszak, és stb., hanem inkább azt mondja, hogy nekem máshol van a helyem, mert itt annyira nem szeretnek, és ez, hogyha egy hosszú távon nézzük, szerintem azt a nagy küzdőszellemet vetíti előre, hogy mennyire akaratosak lesznek ezek a játékosok, ami nem jó. De azért megmondom, hogy találkozok olyanokkal is, aki hál' Istennek ez a fajta harcosság megvan. Hát jó, nyilvánvalóan ennek a fokozása is ugye a klubépítéshez hozzátartozik majd a részletekről is. Hát akkor eredményes tavasz kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.